kicsit bonyolult nekem ez a pak. Megpróbáljuk még. Throw your hands up and fill the next cup. Let's get this started again, again. Akkor átvezettek ezen a gyönyörű szép decken, akkor... Ha minden igaz, akkor minden látsz. Ja. Na. A sárga csávó, aminek vörös haja van. Igen, sárga csávó. Aminek vörös haja van, azt még nem idézed meg. Először kiáltod a Hall of Valhalla Permanence Spell-t, hogy egy fairyvel többet tudjál megidézni. Hát pedig nem idézel fel, itt addig tudsz egyet idézni, a piros színű csarnokos kártya. Aha. Azzal tudsz most egy extra felit idézni, mert még normál idézel. Szóval akkor használjam azt a... ezt. Ugye? Nem, most aktiváld a kint lévő lapot, mert normál idézel, mert az egy ingyenes special szeme, hogyha nincs semmit felribe. Várja. Most akkor idéznek lesz... simán? Nem, simán még ne először a spellre idézd meg, mert az, ameddig nem kontrollálsz egyetlen szörnyet, akkor tudsz idézni. Aha. A spell azt írja, hogyha angol megy. Angol megy. Oké. Okay. Mindegy, úgyis mind a kettő meg lesz idézve. Igen, akkor ennek lesz egy effektje. Semmi. Az nem kell. És akkor... normálban idézem le a másikat, nem? Igen. Igen. Igen, és igazából az extra deckes cuccaim azok? A hármas link az... hogyha már nem tudod mi a fájdalmadat, idézzél meg. Annyira teri van a kezed. Oké, most az egyik spellt kirakod. Bármelyiket. A legjuszeszebb... az összes permanentet itt ki kell játszani, akkor te imádok, az a lényege, hogy a szörnyeknek az az effektje, ami a permanenten rajta van. Várja. Szóval. Kijátszom a spelleket, és akkor meg a set, mindent leraksz, ennek a paknak az a lényege, az mindent rakjál le, amit tudsz. Igen. Mert az az effektjük a szörnyeknek, van egy alapeffektjük, meg van egy extra effektjük, hogyha eltributálják magukat a benisbe, akkor tudják használni a spellnek, ami aktív spellnek vagy trapnek az effektjét. Most aktívan a Thunder Printernek az effektjét, hogy feláldozol egy
egy permanent csapda vagy felrapot, és akkor keres, akkor szetelhetsz egy bármilyen csapda vagy izélapot a deckedből kirakhatsz. És az nekem kell is. Igen, mert akkor tudsz keresni, le tudod azokat a hulladékot ott cserélni, ami ott rend van. És akkor... A saját képességét, nem a spellét, aktiválod a kártyának, mert ilyenkor megkérdezesz, hogy melyik effektet akarod használni. A második az mindig, hogy melyik spellnek az effektjét akarod lemásolni. Aha. Valamelyiket abból a waterprint-es csodából, a fehér, tökre minden melyiket abból, mert mindegyik rossz. És akkor itt megkérdezi megint, hogy... Melyiket, hogy... Melyiket? Igen? Nem szeretnéd? Nem? Jó. Cancel? Itt megint van egy rohadt leaf. Nem kell az. És az izét keresed ki a Snow-t. A legelső lesz. Igen. Az a keresője, hogyha akkor feltudultasz egy szörnyet, akkor tudsz keresni. Aktiválod az effektjét most bármelyiknek a kettő közül, tökre minden melyiknek. Igen. És akkor... Amelyiknek több attakja van, az hajt fentre, de is a diszkoszol. Igen. És a Snow-t válasz ki. A Snow-val tudsz most keresni, hogy fogadd is-e. Most szépen keresünk, nem kell. Ez olyan cuki, hogy mindig megkérdezi. Nem kell az. Cancel. És keresed a Snow-t, a legelsőt, ami a legelején ott volt. Azt keresed ki. Az első szörny volt a Snow-t, a 2200-as defé van. Igen. És az következő körben majd jó lesz. Most Battleface, azt át is adhatod. De bonyolult egy paktő. Nem olyan bonyolult. És még a supportot még nem is láttad hozzá, hogy milyen extrém. És akkor ezt így át is adhatom. Igen. És kap még egy koszorút, hogy felállok hozzá. És akkor itt... Yes, mindig elfogadni ezeket az effekteket, mert egyszer nem fogod el, akkor soha többé nem jönnek vissza a Benny Zone-ból. Előző akkor már egy párszor kihagytad. Szemiatt nem jöttek vissza. Aha. A trappet aktiválhatod már most is, hogy megfordítani, hogy ne kérdezgessen minden alkalommal. Igen. Sanyi. Igen. Nem kell? Nem kell még. Oké. Okay. És akkor most... Semmi nem fog történni. Semmi? Nyugodtan cancel-hatom. Még válhatsz vele. És ha megtámadnak, akkor mi van? Akkor fel tudod közbe áldozni. Ami... Nem kell, mi? De aktivál most az effektjét, hogy az megmaradja az alap. Akkor azt elmondom. Na mindegy. Tudod még aktiválni az effektjét a másiknak. Az endphase-ben, nem? Igen, aktivál. Igen. És a Snow-nak az effektjét, és az egyetlen lehetőséget aktivál. Akkor a Snow-t azt aktiváljam? Igen, és akkor keressél még egy lapot vele. Mert most minden sokkal már ezt tudsz keresni. Ez egy keresőlapja a Pakrinak, az egyik keresőlapja. Na és... Ilyet kéne, hogy kisebb szörnyet, vagy nagyobb szörnyet, vagy... A spert keresd ki, amelyiken ilyen esik az eső és pár levél van, spert. Keresd ki. Azt. Mert azzal tudod az enemynek a spellét visszaadni a kezébe. Annak az az effektje, az egyik játszott alapja. Oké. Okay. Egy ilyen... Okay. Nem, az maradhat kézbe. Visszajön. Mindig visszajön. Az mindig yes, ha megkezdem a main face elején, mert... Akkor most kijátszom, amit felhúztunk lapot, nem? Igen. Az kell nekünk. Valamire. Igen, akkor most letok speccelni. Aktivál.
azt normál idézed, a Snow-nak az az effektje, hogy normál idézésből jön le. Hogyha a normál idézed, csak akkor tud azt keresni, vagy túl OP lenne. Ó, baszd meg, menjél be a battle phase-be. És támad meg a nagyobb szörnyet. Igen. És a battle phase-be majd aktiváld az effektjét a izének, a villám, a thunderingnek az effektjét. Nem lehet. Most tudod aktiválni. Ó, ott megkérdezte pedig. Tényleg? Az volt a kérdés, hogy le akarod-e másolni az egyik spell trapnek az effektjét, azt kérdezte meg. Ez nagyon bonyolult nekem ez a pakli. Nem is olyan bonyolult amúgy, hogyha megszokta az ember. Azt hittem pendulumosok olyan bonyolultak, de... Pendulumos csak keresés, az csak hány kártyát szeretné húzni egy körbe. Hogy mi a kedvenc decked? Na, erre most kíváncsi vagyok. Na, ez most nagyon kíváncsi vagyok. Kedvencem? Én Cyberdemonos vagyok. Úristen. Oké, legalább nem Blue Ice-os. Oké, az már előre lép. Igazából ennyi. Szóval... nem tudtam semmit tenni. Akkor add át a körödet. Hát ez kampó, ezt már fel is adhatod, hogy innen már el fogsz tudni visszajönni. Innen már el fogsz visszajönni, ezt már fel is adhatod, hogy nyíl egyenesen. Akkor még egyszer. Violate ezzel? Lost. Annyira szar nem lehet. Mi? Kezem. Nem, ez bőven jó, hát ez ennél jobb majdnem nem is lehetne. Igen, akkor először leteszük a varázsra és a, ugye azt. Igen, azt. Először kezdjük a izével, igen. A Snow Queen-nel. Tök mindegy, hogy jóval teszem igazából, nem? Itt mindegy, ez nem Impel. Itt mindegy, hova rakod. És akkor le a csapdát. Meg a csapdát is, utána aktiválod azokat a csodát, utána aktiválod az egyik csodát a kezedbe, a szörnyet, az a négy csillagos csodát, aktiválod az effektjét. Kaptunk egy... Mance Pattern legalább az az izé, mert nem tudom így hírtam, hogy Mance Pattern vagy nem. Ha nem, akkor aktivál még egyszer. Ez a négy csillagosat. Akkor aktivál. De ugyanazt a két varázslapot lekaptam. Nem szeretnéd kiúzni azt a varázslapot. Úgy fogalmazom. Aktiválod az effektjét a Valhallának és megidézed a Pán Pétert. Varázslappal. No. Hú, és akkor... Aktivált Pán Péternek az effektjét. És akkor Select Effect, ugye az idének Snow-nak aktiváljuk a izé? Igen, igen, az kell most. Igen, igen. Kell. Keressük. A 2200-as def-es, az elsőt, az Earth-eset. Earth Element 2200 def-3 csinál. Igen. Kiválasztjuk, normál idézzük. Setbe? Nem. Normál, simán normálban a nulla a tektiával ott virítson. Igen. Simán normálban, hogy aktiváljon az effektje. És akkor... melyik robot? Igen, aktivál az effektjét. És mit hozzunk? A levelest. A leveleset keressük ki. Rajni vagy Rajni. Igen. Rajni. Igen, mert azon kívül már minden másod megvan. Igen. És ennyi. Átadhatod a körödet. Ennyi. Ennyi. Én ezt nem szoktam hozzá, szóval, hogy nulla. Mi ez? Hát, hogy nullás szörnyem legyen a pálya. Miért? Ez tökre normális enni a decknél.
szörnyek az a... Yes, mindig yes. Ezek mindig a visszatérő yes. Hogyha a mainface elején mindig megkérdez, hogy vissza szeretnéd őket hozni. Ha. És itt megint kérdez... A csapdrapot megfordíthatod már most, hogy ne idegesítsen. A másik szörny? A lent lévő az szörny? Hagyd, az még fölösleges, az még nem kell. Az még ráér. Az még ráér majd, hogyha valami idegesítőt csinálna. Például lerakott egy ilyen leveles varázslapot. Oké, azzal még várunk. Ennél nyugodtan ráér az ember. Akkor itt nem kell nekem csinálnom semmit. Még semmit. És mikor kéne reagálnom? Amíg ráérsz, majd hogyha megidézi a szörnyet. Melyik szörnyet? Oké, akkor még ráérsz, amikor aktiválja az effektjét majd akkor. Oké, end phase-be aktiváld a bármelyiket a kettő közül. Hát jó. Bármelyik. Nagyon jó. Bírom ezt a lemaradást a izébe. Streamer. Jaj. Aktiváld az effektjét a három csillagos, a 2200-as defesnek. Igen. És válasz ki azt a leveles csapdát, aztán leveles csapdát. A leveles lapot válasz ki most. És amelyik le van fordítva, hogyha azt visszatudod, akkor küld vissza azt a kezébe. A lefordítottat? A lefordítottat. Miért vagyok ilyen béna? Nem a lefordítottat. Nem számít, tűzj Cyberre. Mit? Cyberdragon nincs, sok választék nincs. Okay. Maradt egy szörnyem lent. Belemész a másikba és aktivad az effektjét, amikor amikor damage calculation van, abba belefutsz a battle phase-be, a szörnybe. Szóval... Akkor damage calculation van, akkor belefutsz. Igen. Várjál, akkor most... Amikor atakod, és atak után megkérdez, hogy szeretné valamit csinálni a damage számítását, szóval... és akkor aktivad az effektjét. Aha. A szörnynek, és akkor kiválasztod a trappet. De nekem nem tudom kiválasztani a trappet. Ja de. Aktivált az effektet, igen. És a snow-t válasz ki akkor. A snow-t válasz ki. Azt igen. Igen, kiválasztottad a trappet. Oké. Okay. Select. Aha. Vágom. És akkor visszaküldöd a kezén. És ennyi szóval. Igen. És end phase. Nuttál szóval. Igen, az... akkor az... yes. Én hoztam egy kötelet, amikor elkezdtem ezt játszani. És akkor kapok még egy kérdezést. Igen, mindet idéz meg vissza. Mind a kettőt. Ennek akkor nem használjuk a képességet, amikor... Egyiknek se. Még bőven ráérsz. Ez inkább egy trap deck irányába megy el. Jó. Control deck inkább. Megint lehozott egy levelest. Cuttot. Az mindegy, az nem számít. Nem számít, még ráér bőven az ember valamit is csinálni. End phase, jó. Oké, okay, és end phase-be aktiváld és küld vissza akkor a settert rapot mindig. Melyiket küldöm vissza? A bármelyiket aktiváld és utána a level expert kiválasztod, amiken a levelek vannak. Meg akkor aktiváld a másik körtet is, akkor keressél még egy snow-t. Mind a kettő effektet használd el. Lehetséges. Szelektálom a levelest. Igen. És a lefedett rapját kiválasztod, mert hogyha trap, akkor... Hát, meg úgyis az end phase-be vagyunk, akkor visszaadod neki a kézbe. Igen, de ilyenkor rákérdez a másik. Bármit, igen, és azt is aktivált. És ott a melyiket kell szelektálni, a... Snow-it vagy a levelest? A snow-t. Snow-t. Select. A snow-it. És a hegyvidéket. Igen. Olyan furcsa, mert én németül játszom. Igen. Ha? Az hogy? Jobban tudok németül, mint angolul. Ja. És akkor... Menjél tovább és... Keresd ki még egyszer... Most keresd ki a permanent spellből, amiken egy trapből, amiken egy szivárvány van, vagy északi sarki fény. Megvan. Jó.
kivárványos izét, a Rainbow Wed. Igen. Meguntott. Igen. Hát az meg, hogyha tribute-ot szerint, akkor special-hetsz egyet a deckből. Szépen rossoskán megyünk előre. Hát nagyon. Lehet, hogy már azt a harmadik körben már meg... Yes. Ezt megidézzük. Igen. Őt is megidézzük. Kezdem át... Érezni. Yes. Először leidézgetjük a dolgokat. Igen. Jó. Aktiváltod már most is akár az effektjét. Mind a kettőnek aktiváld az effektjét. Ami kint van a fieldon, annak mind a kettőnek aktiváld az effektjét. És akkor a level... Tökre minden melyiket, mind a kettőt elhasználhatod. Ja. Egyszer keres, egyszer meg visszaadod a kézbe. Nem jó. Igen, aktiváltod a nyugodtan átsinálhatod. Igen, add vissza mind kettőször a kézbe, az a biztos. Akkor itt elbasztam. Nem, egy kereséssel maradt el, de az nem olyan vészes. Most aktiváld a Valhallát a kinti napok közül, és idézd meg a kezedben lévő egyetlen nasszörnyöt. És innen ezt le tudom ütni, nem? Aha, mostantól meg már, hogyha bármit csinál, most már előnyben vagy. Most már is ütheted egyből, mert nincsen semmilyen spell kint a szörny, mert ez is semmit nem ér. Ha és igazából akkor tudna visszahozni szörnyeket, ha lent van valami spell. Igen. Ah, értem. Igen, mert a szörnyeknek az egyik effektje, ezt lekopízza a spellnek az effektje, de ha nincs kint spell, akkor nem is tud semmit lemásolni. Hát ott a... ott állt. Oké, most visszaidézgeted őket. Szóval ugye egy nagyon gusztustalan deck. És miért imidzsered azért, mert te idézget? Ez most rákérdezett dologra, ez a... Pander... Nem kell semmi se csinálnod, ráérsz még. Ez a ráérünk még kategória. Mert mi kettő dolgot tudsz használni, hogy visszaküldöd a kezemek, hogyha megtámadna, akkor az egyik kicsit, akkor vissza tudod küldeni a kéz, ez a kettő effekt, amit használni akarsz. Ha, akkor... Még ráérsz bőven. Az én körömbe, igaz? Az övében maximum, hogyha nem csinál semmit, akkor kereshetsz az egyik lappon. Akkor aktivál a keresés effektet. Akkor ez is még... megy. Trap Heavy decket játszottál valaha? Miért? Trap Heavy-t. Csak trapből. Nem. Mármint úgy értve ellenfél, vagy én magam játszottam-e? Én maga, te magad. Nem. Ilyen varázs és csapda paklik, ezek nem állnak közel hozzám. Oké, aktiváld az effektjét, küld vissza a lefordított lapját. Mint mindig, nehogy véletlenül valami idegesítő dolog legyen, akkor kereshetsz is egyet, meg mindig. Igen, Snow? Igen, akkor küld vissza mind a kettőt. Úgy se kell neki egyik sem. Jó, ezzel keresek. Hát mind a kettőt visszaküldött kézbe. Ja, keresem. Akkor a nagyobbikat, a 2200-as atakos hadcsillagosat válasz ki. Ez a kis delay. A másik, a lefordítottat kellett volna visszaküldeni. Na mindegy, nem lesz olyan vészre, most egy szörnyedet elvesztem. Jó, ilyenkor... Most már megnyerted, tök mindegy. Yes. Összesít atakba most. Nem kell semmi. Nem kell semmi. Amikor írtózatosan sok effektjük van a szörnyeknek, azt nem bírom, szóval... Miért? Az a legjobb, hogyha minimum 3 regényi effektjük van, attól függ... Endből aktiválni. Semmi, és Battle Face-be tudod a teppet aktiválni majd arra a szörny...
Battlefacebe aktiválni. Megtámadod a nulla atakossal, megtámadod a nulla atakossal ezt a szörnyet, visszaküldöd neked kéz, és a maradék kettővel meg belefutsz és megnyert a párbajt utána. A következő körben a 600 burnökbe. Bassza. Igen. Igen, yes. Oké, okay, most attack direktbe mind a kettővel. Bassza. Attack és GG. Köszi szépen, ez nem lett volna amúgy. És ez még az első menet, szóval... Van egy irtozatosan undorító pakli, amit itt a játékban engednek. Az mit? Is egy csapda pakli. Melyik? Nem tudom a nevét, mert mindig egy körös pakli, és ilyen dinamik melyik... van a kártyáján. Ja, azt már elimitálták kettőre, azt beliszterték már kettőre. A DD Dynamite deckekre gondolsz, nem? És az egy undorító pakli. Melyik, szerintem az tökre vicces. Az vagy egy free win, vagy egy instant lose, hát nincs annál jobb. Vagy egyből megnyer, vagy egyből elveszted. Úristen. Ó. Jó, hát ez végül is egy szállban a zöldséges fusionnel le tudod nyomni. Egy körön belül meg tudod ölni. Igen, 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 igen. De a Cyber Dragonból csak annyit tudok, hogy van a Nova, meg az Infinity. Infinity az az egyik stratégia, igen. Meg még van ez a csoda csávó, aki többször tud támadni, aztán kifújt már sem töködekre. Meg van a Core. Yes, még többet. Főképp a Valhall. Oké, okay, és most beleküldesz nem tudom mennyit a temetőbe, amennyit csak akarsz. Nem, azért nem. Mennyit tudsz? Maximum kettőt. Kettőt, igen. És három támadásra lehet. Oké, okay, akkor az egyik az a semmibe fog elmenni. El fog menni semmibe? Aha, a Valhalla az azt mondja, hogy a nem kapsz damage-et, hogyha Ferry harcol. A Fitzpel azt mondja. Vagyis az izé, és az, nem tudom mi angolul, de németül tudom mit jelent. Valamilyen Sky Fortress, vagy valami ilyes, vagy valami templom, valami égi templom, ha fitz be nekem, vagy így. Hát ez ellen így easy, hogyha van izén. Az is létezik az alap. És annyit tud, hogy kettőször tud támadni, nem? Hát igazából háromszor támadok az egyikkel. De az csak kettőször tud támadni ez a két fej. Az igen. De hiába csökkentett el az életemet, akkor a másikra még kétszer 5000 hatott be. Nem igazán a... Én az ilyen... Ehhez hasonló paklikhoz vagyok annyira nagyobb hozzá, az ilyen túl komplikált spell csapda paklik, nem igazán. Akkor még soha nem Sky Striker. Na azon még nem jel, az ellen játszottam. A linkelgetős. Igen. Az egyes linkelgetős. Igen. Az is kap supportot. Ha, de milyen jót. Most elég jó pakli amúgy. Mi? A Sky Striker. Hát ebben a játékban nem nagyon.
Igen, mert olyan lapok vannak benne, ami élőben bannolva van. Nem azért, nem azért, mint a kagari, az egyen van, aztán meg az izé is kettőn van, a videó, nálunk szinte minden hármon van szinte. És akkor az izé van egyre limitálva, az engage van egyre limitálva, meg a multitroll. Nekünk sokkal több lap meg van engedve, mint nekik, de nekik az engage cserébe kettőn van. Ja, itt kurva sokat kell fizetned a G-tért. Na. Nézd meg!